A lovagi udvarban Szatmári János séf szombaton 9. alkalommal rendezte meg a Kárpát-medencei hagyományos disznóvágást, ahol a helyi Konok-Kunok csapata mellett sárosfa főzői készítették hagyományos disznótoros ételeiket. A sárosfai vendégcsapattól azt kérték a szervezők, hogy a náluk tálalt disznótoros ételt főzzék meg, hogy a kunsági ízek mellett a Kárpát-medencei ízt is megkóstolhassák. Sárosváról jöttek, jött egy csapat, és ők egy ilyen hagyományos ételt készítettek, hogy egy szűzpecsenyeit egy különleges fűszerekkel töltött hússal, darált hússal töltik meg, vagy töltötték meg, és utána ez be van csomagolva egy cseplezbe, és utána pedig ezt szépen be van téve a kemencébe, és lassú hőfokon megsütjük. A karcagi csapat pedig a hagyományos kunsági ízesítéssel dolgozta fel a disznót, és ezzel a találkozó elérte a célját, hiszen egymás hagyományait is megismerhették. A toros ételek mellé a kemencében hagyományos kunsági kenyeret is sütöttek. A kenyérsütés, a házi kenyér, azelőtt a hagyomány az úgy volt, hogy minden héten egyszer sütött a család egy nagy kenyeret, és akkor azt fogyasztották. Hát most már a gép technológia, meg a péküzemek most már egész másképp működnek, azért mutatjuk be minden évben a hagyományt, mert ott már egy komoly gépsorok készítik ezeket a ételeket, ezeket a süteményeket, amiket mindenféleképpen fagyasztott állapotból újból melegítenek, újból sütnek, úgyhogy az egészen más, az egy fejlett kor, ez pedig a régi, a hagyományos kemencébe, felfűtött kemencében sütöttük meg az udvaron ezeket a kenyereket, amit majd be fogunk mutatni, és tényleg végigkóstoltatjuk azt a meleg kenyeret, eszméletlen finom illata, zamata van, ilyenkor a legjobb, finom ropogós héjával. Ezt a disznótoros hagyományt szeretnék tovább vinni és átadni a fiataloknak, mondta el Szatmári János mesterséf. Kis hagyományos disznóvágást szeretnénk az utókornak, vagy a jövő nemzedéknek, mint a kunsági hagyományt továbbadni, és szeretnénk, hogyha ezt az utókor folytatná is. Úgyhogy azért csináljuk, hogy bemutatjuk a házi kenyérsütéstől az összes sertés feldolgozásáig, és akkor a ételek, amiket készülnek, azokat pedig megsütjük, és közösen elfogyasszuk, és értékeljük, hogy sikerült, mert egy évvel ezelőtt készítettük. A karcagi Konok-Kunok csapat hagyományos disznótoros ételeket, toros káposztát, hurkát, májas pogácsát, kolbászt készítettek. Tudtuk meg vezetőjüktől, Juhász Jánostól. Ez egy átlagnál kicsit nagyobb disznó volt, a malacka egy 205-6 kilós jószág volt, és ezt dolgoztuk fel. Hát amint látszik is hátul, hogy hurka, kolbász, májas hurka, és különböző füstölni való sonkák, hangolszalonna, császárszalonna, minden készült. Tulajdonképpen most a lányok lepték meg a vendégeket, mert nem Ferdinánd készült, hanem töltött palacsinta, vaníliakrémes, illetve túrókrémes palacsintát töltöttek meg, és ez utána tepsibe, sütőbe lesz megsütve, cukros tejfölös tejszínnel még leöntve, és így lesz karamellizált a teteje is. Most a lányok tettek ki magukért. F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője, kolbásztöltés közben beszélte meg a Konok-Kunok csapat tagjaival, hogy családjukban hogyan és milyen fűszerekkel készülnek a disznótoros ételek. Nagyon jó csapat készíti, tehát úgy, ahogy karcagon kell, hogy a karcagi ízek, és hát tavaly előtt is jól ízesítették a hurkát és kolbászt is, és hát incsiklandó, ilyenkor, amikor össze van gyúrva a kolbászhús, lehet kóstolgatni, finom a főtt máj, a hurkatöltelék,
olyan, amilyennek itt Karcagon kell lenni egy disznótorosnak, és a hangulat is ugyanolyan. Az ember, ha belegondol gyerekkori élményeibe, akkor egy disznótor nem volt olyan, hogy nyáron, tavasszal vagy ősszel. A disznóvágás mindig télen, mindig hidegben, és ahogy telik az idő, az ember mindig úgy emlékszik rá, hogy nagy hidegek voltak, hó volt, hajnalba volt kelés, sötétbe, és amikor majd olyan 7 óra, fél 8 körül virradt, addig már fel volt vágva a disznó, igazából a perzselés még sötétbe volt, így emlékszik az ember vissza azokra a régi disznótorokra. A képviselő elismeréssel szólt Szatmári János kezdeményezéséről is, amely hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok is megismerjék a disznótoros ételeket, ilyen például a sült vér, orjaleves, toros káposzta, fehér hurka, májas hurka készítését. A lovagi udvarban már ez a 9. alkalom volt. Ezáltal tovább él ez az évszázados hagyomány, amely összeköti a családokat és a baráti társaságokat is.